Éppen 40 éve annak, hogy megszületett a most is érvényben lévő Kressz szabálygyűjtemény. Legfeljebb azóta sokszor kiegészítették, mellékleteket csatoltak hozzá, de komplett átdolgozásra nem került sor. A kormány által tervezett átfogó Kressz megújítás tehát időszerű, különösen annak figyelembevételével, hogy az ős Kressz megalkotásakor néhány tízezer autó mozgott Magyarországon, most pedig csak Budapesten mintegy 700 ezer jármű rója az utakat. A sokszorosára növekedett autópark új szabályokat is kíván, többek között a behajtás és a parkolás korlátozását illetően. Az új Kressz kidolgozását a Fejlesztési Minisztérium államtitkára is alátámasztotta, ám ő még nem árult el részleteket. Nincs még javaslati, egységes javaslati szinten sem kormányanyag, ugye a Kressz ez egy kormányrendelet, valóban dolgoznak rajta, korai most még bármit mondani. A kiszivárgott információk szerint az új szabályok sok helyen megváltoztatják majd a megengedett sebességet is. A szakértők szerint ez pozitívan befolyásolja a közlekedés lüktetését. Ha azt veszük alapul, most is ennyivel közlekedik mindenki, csak nem legálisan. Tehát most ebből mi következik? Elvonom a figyelmemet azzal, hogy keresem a rendőrt, hogy hol áll és honnan fog engem megfogni. Az új Kressz vélhetően a kerékpárosok státuszát és közlekedési feltételeit is szabályozza majd, ám a szabályok pontos megjelenéséről még nincs megbízható információ. Egymás után érkeznek a táncpartnerek, Edith néni ugyanis még mindig jól táncol és folyamatosan viccelődik, bizonyítva ezzel, hogy a humor és a jókedv kortalan. A hölgy a napokban ünnepelte 100. születésnapját. Akkor engedje meg. Megadom az engem. Helyvidéki önkormányzat nevében ez a kerek évfordulón nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánjon. A kerek évfordulón barátai és az önkormányzat munkatársai köszöntötték a Németföldi Gondozási Központban. Erre nem számítottak. Itt látszik a szeretet. Mai nap alkalmából az Hegyvidéki Önkormányzat egy köszöntést szervezett, amelynek keretében a csokron meg az ajándékcsomagon túl egy nagyon gyönyörű emléklapot is át tudtunk nyújtani. Ez az emléklap a miniszterelnök úr által aláírt dokumentum, amely minden olyan polgárnak jár itt Magyarországon, aki a 100. életévét betölti. Somjódi Ferencné, vagy ahogyan a legtöbben szólítják, Edith néni forradalmakat és háborúkat is átélt, hivatása révén azonban, mint mondja, sokkal több jó élményben volt része. Több mint 40 évig ugyanis a hegyvidéken tanított. Edith néni egyébként máig megőrizte vitalitását, rendszeresen jár a Németvölgyi Gondozási Központba, ahol másokat is jó kedvre derít. A jó humor, én nem tudok más mondani. Állandóan a jó kedv, mindig. A hegyvidéken jelenleg 44, 100 éves vagy annál idősebb szépkorú él. A 90 és 100 év közötti kerületi polgárok száma pedig az ezret is meghaladja. A Nemzeti Galéria új kiállítása először mutatja be a számítógépes művészet magyarországi történetét. Az alkotások jelentős részét 26 évvel ezelőtt egy franciaországi tárlaton láthatta utoljára a közönség. Ez az első olyan magyarországi tárlat, ahol ezeket a korai kísérleteket összeszedtük és történeti kontextusba állítottuk. Orosz Márton azt mondja, az 1990-es kiállítás teljes anyagát vissza tudták szerezni, még a művészek is megdöbbentek, amikor viszont látták elveszettnek itt alkotásaikat. A legelső komputer animációs műveket egyébként többnyire magyar származású alkotók készítették, és a vasfüggöny mögött élő magyar művészek is szabadon tevékenykedhettek. A számítógéppel létrehozott képzőművészeti alkotások kívül estek a kádári diktatúra hagyományos intézményi keretein. Bár ugye a 60-as évektől kezdve beszéltünk komputerművészetről, tehát egy jó néhány évtizedes lemaradást kellett behozni. Egy teljesen újszerű, korábban elképzelhetetlen a vizuális kultúra jött létre. Ez nagyban köszönhető annak, hogy a számítógépet elkezdték aktívan használni az ezen a területen dolgozók. A számítógépes művészet hazai történetét bemutató kiállítás augusztus végéig lesz látható.